Kezdeményezésük válasz a Magyar Nemzeti Tanács nyelvrendőrségére, mondta Milenko Jovanov. A köztársasági parlamenten kívül maradt Szerbiai Demokrata Párt tartományi bizottságának az elnöke szerint erre azért van szükség, hogy megállapítsák, hány település lakosai nem tudnak szerbül. Vukasinovics Éva, tartományi ombudsman helyettes, aggodalmát fejezte ki az ilyen megnyilatkozások miatt. Ehhez hasonló kijelentések, amelyek világos poénszerzés céljából készülnek, a nemzetek közötti viszonyok megromlásához vezetnek. És ami még fontosabb, a nemzeti közösségek tagjainak félelemkeltése céljából is születhetnek. A tartományi ombudsman helyettes elmondta még, hogy a szerb nyelv ismerete a kisebbségek érvényesülése szempontjából maradéktalanul fontos, viszont senkinek sem áll jogában ellenőrizni a polgárok nyelvtudását. Hasonló állásponton van Deli Andor, tartományi, oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár is. A szerb nyelv hivatalos az állami szervek, közigazgatási szervek, bíróságok munkájában, és az alkotmány kizárólag így definiálja a szerb nyelvet. Ezen túlmenően nincs olyan kötelesség előírva a polgárok számára az alkotmányban, hogy a szerb nyelvet kötelező lenne ismerni. Milenko Jovanov, a nyelvrendőrség egyik kezdeményezője, nem lát semmi kivetnivalót az indítványban, sőt meglepődött azon, hogy mennyi szervezet és intézmény ítélte el. Zaista je interesantno kad u državi Srbiji kažete da svi koji žive u Srbiji treba da znaju srpski jezik, da to izazove takvu buru negativnih reakcija poređenja sa fašizmom. Zaista se pitam da li su onda sve zemlje na svetu fašističke, uključujući i Mađarsku. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakció vezetője szerint a vajdasági magyarok saját érdekükben elsajátíthatják a szerb nyelvet, de nem ismer olyan jogszabályt, amely bárkit is kötelezne erre. Szerbia alkotmánya biztosítja a nemzeti közösségek számára a kollektív és személyes jogokat a nyelvhasználat terén.